Bemutatjuk a Bagdadi Tolvaj című filmet. A főszerepben Konrad Veidt, Tordi Géza és Sabu Fazekas István. Bíró Lajos filmnovellájából a forgatókönyvet Miles Melson írta. További magyar hangok. Hegedős D. Géza, Káldi Nóra, Inke László, Kőműves Sándor, Tordai Teri. Fényképezte George Perinell. Rendezte Ludwig Berger, Michael Powell és Tim Whelan. Zene Rózsa Miklós. Magyar szöveg Révész Mária. Hangmérnök Balogh Mihály. Rendezőasszisztens Mata Zsófi. Vágó Kocsis Éva. Gyártásvezető Kovács Gyula. Szinkronrendező Veszeli Ferenc. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdióban készült. A hercegnő? Jó hírt hozol róla? Nem, uram. Meghalt? Alszik még mindig. A parancsomat betartotta? Igen, uram. És a vakfiú? Megtalálták az embereid, uram. Allah nevében adjatok! Allah nevében adjatok! Allah nevében adjatok! Allah nevében adjatok! Micsoda? Megbukhat a kutyád? Ez a hála jóságom élt? Az is hamis, mint a pénze. Te vagy a hamis, te fattyú, meg ne csapod a világot! Egy vak hogy tudná jó darosztól megkülönböztetni? Én az éjszakát se a nappaltól, de a kutyám annál inkább. Honnan ismerni azt el a hamis pénzt? Próbáld ki, uram. Allah szakálára mondom, csak ugyan hamis a pénzdarab, és én magam se tudtam. Frissen tartod a fák tövét. Mondd meg, melyik a hamis? Hamis! Nem kutya ez a kutya. Egy adószedő lelke lakozik benne.
Látó szemet adott, s örömmel néz virágot és napot, jussak eszébe én a nyomorult, mert világomra örök éj borult. Adjatok! Allah nevében, szánjatok meg Allah nevében adakozzatok. Hozzátok elég. Allah nevében adakozzatok, adakozzatok, Allah nevében. Mondj egy imát értem. A nevem Halima. Nem ismerlek. Ismerjük-e minden jó akarunk? Nékem egy sincs. Bízzál abban, ki tettekkel bizonyítja, hogy az. Házamban ételt, pihenést találsz. Ami az enyém, az a tiéd. Ugyan miért volna? Az imáért, amit értem mondasz. Túlfizeted. Add a kezed, segítek. Köszönöm, lát helyettem a kutyám. Többet nyújt nekem, mint amennyit kaphat. Kutya sors. Nem tudom elűzni az álmát. Annyit tudok csupán, ha a vakember eljön, meggyógyul. Hát nem furcsa, hogy ő elérheti azt, amit te minden hatalmaddal sem? Felébreszti a hercegnőt, aztán elkergetem. Csak hogy a hercegnő a vakot szereti. Recsegő gyermekek mit tudják, milyen szerelem. A hercegnő majd ezután tőlem fogja megtanulni, mi a szerelem. Szegény boldogtalan koldus. Boldogtalanabb, mint hiszed. Az lehetetlen. Nincs rajtunk vágyon. Örökös, ami rajtam van. Mi a neved? Ahmed. 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 Nem kell többé koldulnod, Ahmed. Sem vándorolnod. Itt maradsz nálunk. Szépségnek, királynői, tudom, nincs hozzátok fogható. De sehol nincs maradásom. Meg kell találnom, kit szeretek, s akit elvesztettem. Hányszor keresik a látók is egy életen át hiába az igazit. Maradj. Tudós doktoraink talán visszaadhatják szemed világát. Életemnek az lenne legsötétebb napja. Nem értelek. Elmondok egy történetet, és megértesz. Volt egyszer egy király, királyi atya és királynak fia. Alattvalója számtalan, kincse számolatlan, hatalma végtelen. Kutyája nem kutya volt, hanem egy ifjú ember, ki Bagdadban élt és kedves a királynak nagyon. De történetem kezdetén csak egy kis tolvaj volt. Az én halomtól fintorgatja az órát egy koldus, menj, menjetek! Vagy hívjam a kádi lándzsását? Thank you.
fia Akbárnak, unokája Harun al-Rasidnak, a fényes tekintetűnek, a föld urának, a hit védelmezőjének. Üdv neked, ki a leghatalmasabbnak szolgálja, és földi halandóknak ura vagy, Ahmed király! Ahmed, a király! Hatalmamnak semmi nem szabott korlátot. 365 feleségem volt, de szívemből hiányzott a szerelem. Palotám 50 volt, de rokonom egy se. Mérhetetlen vagyonommal szegényebb voltam a koldusnál. Minden kívánságom teljesült, már nem kívántam semmit. És egész birodalmamban nem találtam semmi tennivalót. Sem munkám, se célom, se feladatom nem volt, mert köztem és népem közt mindig ott állt a nagy vezírem, Jaffa. És megint. Ennek miért kellett meghalnia? Mert gondolkodottó uram is parancsoló. Hát bűn a gondolkodás? Alattvalónál megbocsáthatatlan. Miért kell, hogy féljék az uralkodójukat? Mert gonoszak. Szemükben gyűlölet, ajkukon hazugság és álnok a szívük. Majd megtanulodó uram király, hogy három dolog van mindössze, amit tisztelnek. A csattogó ostort, a görnyeztő igát, és a sújtókardot. E három fegyvert, ha kézben tartod, leigázhatod a földet. Nem akarom leigázni a földet. Hát mit akarsz, uram is parancsoló? Boldogságot adni a népnek. Boldogságot? Ostoba szolgalelkeknek? Nagyatyád tudta ezt, és ha tudni akarod, te is tedd, amit ő tett. Egyszer majd egy napon, ha az est már leszállt, hagyd el a palotádat, járd a várost, vegyülj el a népet közt, lépj a házaiba, láss és figyelj, vésd az eszedbe. Ma este, Jaffar. Ma este, uram. Az alattvalóid, uram. Még nem voltam így közel hozzájuk. Láss, figyelj és vésd eszedbe. Valamikor az idők mélyén volt egy uralkodó, Allaha mindenható után a leghatalmasabb. Királyok királya, fegyverek és hadak parancsolója szárazon és vízen. Hatalmával csak gonoszsága vetekedett. Zsarnoksága miatt reménysugár nélküli verem volt a földi lét, alattvalóinak és rabszolgáinak. Ki volt ez? Hogy ki? Nem tudom. Talán a királyról beszél? Ne kérdezz semmit. A falnak is füle van. Vigyázz a szavaidra, Bagdadban. Idegen vagyok itt. Te bizonyosan tudod, hogy miről beszél az öreg. Jó reményekről, egy jóslatról, a szabadítóról. De csak a bolondok és a gyerekek hisznek benne. Még hogy szabadító, addig nem amíg Ahmed a király. Sírtak és jajgattak, mert tudták, hajnalban meg kell halniuk. Ám Bagdadnak egyik bölcse megvigasztalta őket egy jóslattal mondván, hamarosan eljön közénk a szabadítónk, kit arról ismerhetünk majd fel, hogy párjába párjánál. Mégis a felhőket kémlejétek, hogy meglássátok. És szóltak az emberek, ha a bölcsek és erősek sem védhetnek meg minket a zsarnoktól, ugyan mit tehet, aki párjába párjánál? Mondd erre a bölcs, aki a jövőbe látott, bizakodjatok, bízzatok Allahban. Egy napon egy ifjú, szegényebb a szegénynél, felhőn közelít majd, felhőn, mely szilárd, mint hegyorom a hó alatt, és onnan az ég pereméről pusztítja az ifjú a zsarnokot. Mi a neve a zsarnoknak? Bárcsak ma történne meg a csoda. Bárcsak ma halna meg a zsarnok. Vessétek tömlöcbe. Ha azt mondja, hogy király, mondjátok, hogy bolond. Ha akadna valaki, aki pártját fogja, öljétek meg. Akkor tanultam meg, hogy nem a népem gonosz, hanem Jaffar.
aki törbe csalt, amikor rávett, hogy vegyüljek el az emberek között. Tömlöcbe vittek, és ott kezdődött el igazi életem. Mert ott ismertem meg azt, aki hű barátommá lett. Abut, a kis bagdadi tolvajt. Hiszen csak a kis tolvajokat zárják börtönbe. Ne! Ne zárjatok be! Könyörüljetek! Kegyelmez, uram! Lófű! E tolvajnak vágd le a jobb karját és a balt, aztán a jobb lábát és a balt, végül a fejét! Ne! 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 Uram! 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 Ne ölj meg! Ne! Nem akarok meghalni! Holnap hajnalban! Annak a bolondnak pedig, Jafar újjon kegyelméből, csak a fejét csap le, amint a nap felkel. Jaj, ne! Ne! Megháborodtál, te szegény? Megháborodtam? Rólad mondták, hogy bolond van. Igazán bolond vagy? Igen, az vagyok, bizonyára. A legbolondabb bolond, ki valaha a szultán palotájában élt. Látom én is, hogy bolond vagy. Mit számít? Reggel, ha csoda nem történik és a nap felkel, mindketten meghalunk. A tolvaj és a bolond. Nem akarok meghalni. Mégse vagy te bolond. A folyóparton lesüt majd, hogyan kell fel a nap. Nem hallottad a foglárt? Reggel, ha felkel a nap... Reggel, ha felkel a nap, ladikra ülünk, hogy elvigyen a tengerhez. Nem láttam még a tengert, de hallottam a hajósokat, ahogy meséltek róla. Beszélik, hogy a halak közt van akkora, mint egy mecset, de az apraja, mint az ujjam, olyan kicsi, és szárnya van. A hajók meg akkorák, mint egész Bagdad. A vitorlájuk, mint egy felhő. Ha erősen fúj a szél, fut a hajó, mint a gazella, és elvisz minket a szigetre, ahol India meg Kína van. Ahol India meg Kína van, csak hogy itt a börtön van, és reggel lesújt ránk a bárd. Mégiscsak bolond vagy te. Ide néz. Mi ez? A tömlöc kulcsa. Elloptam. A kulcs? Add ide. Nem adom, vigyázni kell. Még nem mehetünk. Miért ne? Abból baj lenne. Majd ha ettek az őrök, és ha majd ettek, alusznak. Akkor megyünk el. Vedd el tőlem! Add azt a kötelet! Gyorsan, hadd menjünk! Mégis meg akarsz halni? Ha elfognak, megölnek minket! Ha a király tudna rólunk, ő megkegyelmezne. Nem, mert gonosz. Érje annyi baj, amennyit a népre hozott. Ennyire gyűlölöd? Mindenki gyűlöli. A kezem közé kaparinthatnám, csak egyetlen egyszer. Elmondanám neki, mekkora bolond volt. Mondhatod. Ahmed vagyok a király. Beszélj! Ahmed a király meghalt. Tegnap halt meg. Új király van, Jafar. Oda néz! Én biztosan nem vagyok ennyire fontos Jafarnak. Én miattam nem indít hajtóvadászatot. Kegyelmez, uram, a rabszolgád vagyok. Legalább az egyik karomat hagyd meg, hogy lophassak. Hálából a felét befizetem adóba. Mi a neved? Abu vagyok a tolvaj. Abunak a tolvajnak fia, és unokája Abunak a tolvajnak. És szerencsétlen is vagyok, mert éjjel-nappal marcangol az éhség. Állj fel, barátom. Visszamegyünk Bagdadba. Ha bolond lennél, uram király, megölnének. És mit ér egy halott király meg egy halott tolvaj?
Ha oly fürgék az ujjaid, mint az eszed, akkor a tolvajok királya vagy. Gyerünk, menjünk a hajnali szellővel oda, ahol szabadság van. Szabadság? Sosem volt még részem benne. Semmim sem volt, csak szabadságom. Ha megszerezzük, mit kezdünk vele? Amit csak akarunk. Holnap után Bazrával leszünk. Fogd ezt. És tassz is meg a ladikot. To see no plow but tinker tailors any fun to be aunts and cousins by the baker's dozens driver men to sea or highway robbery. I want to be a bandit, can't you understand it? Sailing to sea is life for me, is life for me. Abu! Bazra! 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 Csodálatos lány! Csodálatos illat. Lepény. Add az egyiket! Királyom, buta vagy! Csak nem képzeled, hogy méz nélkül esszük. Hol akarsz mézet lopni? Ha Allah lepényt adott, ad hozzá mézet is. Mézet, mézet vegyerek! Itt a méz, a friss méz! Adhatok? Igen, 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 venni akarunk. Egy-két korsó. Korsó? Feltéve, ha jó. A legjobb egész Bazrában! Mondani könnyű. Meg kéne kóstolni. Ilyet még nem ettél? Hát, nem rossz, de ettem jobbat is. Neked ízlik? Nem. Nem mondhatnám. Én sem. Dorgáld meg a méheidet. Hallod-e? Nem elég édes. Nem édes? Ez nem elég édes? Átkozott legyen, aki ilyet mer mondani. Tisztelt atyám, fiam! Miféle palota ez? A szultán palotája. Én ennyit se tudsz. Az ezer játék palotája. Játékot mondtál? Honnan kerültek ide? Ti tudatlanok, de még azt se tudjátok, hogy a szultánnak van a világon a legnagyobb játékgyűjteménye. Játékot gyűjt? A szultán már öreg. És az öreg olyan, mint a gyerek. Úgy félti a játékait, vagy még jobban is, mint a saját lánya. De már eleget mondtam. El az utamból minden tolvajok királyai. Allah van veletek. Bár ezt kétlem. Thank you.
történt? Eresz! Mondd meg! Jön a hercegnő! És ti miért menekültök? Mert aki ránéz, meghal! Miért? Meghal! Senki se látta, nem is láthatja, míg apja férjhez nem adja. Olyan csúf. Szépsége nap már ragyogóbb. Eresszetek! Menekülünk! De hova? Oda! Falánkságod még halált hoz rád. De az is, ha koplalok. Abu, jönnek! Viszont kell látnom. Beszéltem Szindbáddal, a tengerésszel. Megígérte, hogy felvesz minket a hajójára. Szebb, mint legszebb álmokban hittem volna. És holnap az apájjal kifut. Nem megyek. Viszont kell látnom őt. Amióta élek, minden vágyam, hogy átkelhessek egy nagy hajóval a nagy vizen. Nem, én nem mehetek. Viszont kell látnom őt. Ha hozzá segítlek, akkor eljössz velem? Elmegyek. Ne folytasd. E szerelmes dal úgy elnehezít, mint a déli forróság. Várjuk meg, amíg a fülem üled alól. Gyerünk a tóhoz.
van a tóban. Egy zsín? Nem félsz? De igen, nagyon is. Akkor miért nem futsz el? Mert kíváncsi vagyok. Sose láttam még dzsint. Akkor nézzél meg jól. És vigyázz, mert egy dzsinnek mindig az igazat kell mondanod. Nem látszol gonosznak. Te jó dzsin vagy. Nem nagyon. Egy jó dzsin épp olyan unalmas, mint egy jó ember. Len laksz a tó fenekén? Nem. Miért vagy itt? Hogy lássalak. Fürödni akartam. Megvárom. Amíg ott vagy, nem lehet. Add a kezed. Nyújtsd be a vízbe. Jean, hova lettél? Nem akartam, hogy már elmenj. Többé nem találkozunk. Soha. Ne félj tőlem. Nem vagyok Jean. Hát ki vagy? A rabod vagyok. Honnan jöttél? Az idők kezdetéből, hogy rád találjak. Mióta keresel? Az idők kezdete óta. Most, hogy megtaláltál, meddig maradsz? Az idők végezetéig. Számomra nincs más szépség a világon, csak a tiéd. Számomra nincs más öröm a világon, csak hogy neked örömet szerezzek. Talánlak holnap is ugyanebben az időben. Van itt egy kertész, aki éjjel-nappal őrzi a kertet. Úgy hívják Halál. Ne gyere többet ide. Tiltsd meg, hogy jöjjek. Nem tudom megtiltani. Holnap látlak. És minden holnapon. Láttad? Láttam. Éjjel, akkor ma elhajózunk Szindbáddal. Nem, Abu, én nem megyek. Miért nem? Láttad a hercegnőt? Éppen azért nem mehetek, mert látta őt. Így is jó. Megyek nélküled. Ha megint oda mégy holnap, hogy játszod ki az őröket, ha én nem segítek neked? Majd valahogy. Biztosan elfognak. Velem maradsz? Nem, Abu, ne tedd. Te épp úgy vágyódsz elmenni, mint én maradni. Miért nem ennél el? Mert épp olyan bolond vagyok, mint te. Jafar, a trombitorló, másnap reggel látogatóba érkezett a Bazrai szultánhoz. Oroszlánok fivére. Ó, te szívélyesség forrása.
Bizonyára tudod, hogy ilyen mozgó szerkezetekből nekem van a legnagyobb gyűjteményem a világon. Ez itt a legérdekesebb mindközül. Megmondja az időt. Így működik, látod? Varázslatos, nem? Remélem, ez a veszélyes eszköz sosem fog a nép kezébe kerülni. Veszélyes? Ha egyszer az emberek megismerik az időt, többé nem te leszel az idő királya, hanem maguk akarnak tudni mindent. Igazad van, nem fogom hagyni, hogy megismerjék. Gyer és nézd! Nézd, milyen gyönyörűek! És milyen pontosak, milyen megbízhatók! Sokkal jobban szeretem őket, mint az alattvalóimat. Nézd! Nézd! Ezt itt! Nem, azt! Az a legcsodálatosabb! Látod? Csak elfordítok egy kulcsot, vagy megnyomok egy gombot, és már is táncolnak. Mindig ugyanúgy, amikor csak akarom. Az alattvalóim nem mindig engedelmeskednek így a parancsaimnak, és akkor le kell csapatnom a fejüket. Látod? A gyűjteménye csak ugyan bámulatra méltó, és majdnem, hogy tökéletes. Majdhogy nem. Akkor nem tudod, mi a tökéletes, ha ez nem elég tökéletesen tökéletes. Félre ne érts, bölcs szultán. Tudom én jól, hogy legalábbis csoda kell ahhoz, hogy ezt a káprázatos gyűjteményt még káprázatosabbá tegyed. Csak hogy ilyen csoda igenis létezik. Mozgó játék, amelyik jobb, mint az enyém közül bármelyik is. Mivel tudtam, hogy ezek mennyire érdekelnek, hát elhoztam magammal. Látni akarom, gyorsan akarom látni, gyorsan. Nem bírom elviselni, ha váratnak. Jaj, de izgatott vagyok! Felhúzná felséget saját kezével. Én? Mit fog csinálni? Mozgatja majd a lábát? Vagy rázza a sörényét? Vagy csapkod a farkával? Remélem nem rúg. Bevallom, félek kicsit ezektől a szerkezetektől, amíg nem tudom, mit csinálnak, amíg meg nem szokom őket. Milyen sokat kell húzni? Üljön fel rá, felséged! És most? Húzd meg a gyeplőt! Madár, a madarak királya.
Az enyém. Az enyém kell, hogy legyen. Bármit kívánhatsz érte, én megadom. Már is tiéd. Cserébe csak egyet kérek felségettől. Amit csak akarsz. A lányodat. A lányomat? Enye, enye, enye. Mondhatom, elég különös kérés. Minek neked az én lányom? Dinasztiát akarok alapítani. Persze, persze, persze. Én tökéletesen megértem, aki dinasztiát alapít, kellemes elfoglaltság. Magam is próbáltam. Többször is. És mi lett belőle? Egy lány. Rossz emlékű anyjának kiköpött mása. A szemei egymás ellenségei, mintha egymásnak esnének. Szeme akár a babiloni éjszaka. Szemöldökének íve, mint a Ramadan kelő holdjáé. Alakja sudár, mint az Alef betű. Honnan tudod? Láttam a lányodat. Az lehetetlen. Láttam. Hol? Egy kristályban. Na, álltok a kristályodra. Álltok minden kristályra. Sose szerettem az ilyen dolgokat. Talán varázsló vagy? Megvannak a magam eszközei. Ó, akkor többet ne is mondj. Mivel... A lovat minden áron meg akarom kapni, tehát neked meg kell kapnod a lányomat. Nem leszek az övé sosem, inkább meghalok. Elmegyek a nővéremmel Szamarkand szultányának hitveséhez. Ő majd megvéd. Menj vissza a kertbe. Találsz ott egy ifjút, akiről azt hittük Jean, a tó Jean-je. Mondd el neki, milyen bajért, és hogy várom őt Szamarkandban. Igen, hercegnő. Felséges uram, nem találjuk a hercegnőt. Nincs sehol. Átkutattuk a kertet is, és ott két koldusra akadtunk. Hozzátok elém őket! Felséges urunk elé a foglyokat! Jafar! 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 Itt állunk végre. Szemtől szembe egymással, férfi a férfival. Kardot nekem! Allah legyen a bíránk. Igazad beszélek, bölcs szultán, a két szemem tanúsítja. Ahmed! Hallgass meg, uram szultán! Én tudom az igazságot, és meg kell tudnod neked is! Ez az ifjú, halljátok, jó emberek! Te kutyák ivadéka! Varázs hatalmamnál fogva, változ azzá, amik őseid voltak, és ugasd meg a holdat! Halljad átkomat. Kutya maradsz, amíg csak élsz, és a vakember árnyékában lóhoz majd, míg én karjaimban tartom a hercegnőt. Most már tudjátok, miért járja egy vakifjú hű kutyájával a világot, elveszett szerelmét kutatva, oly kevés reménységgel. Egyebe sincs a reményen kívül. És Allah könyörületes. Jól mondtad, könyörületes. Mert akit keresel, itt van.
Ha gúnyolsz, Allah megbüntet. Rabszolgakereskedők elfogták a hercegnőt, és itt adták el a rabszolgapiacon. Egy gazdag kereskedő vette meg. De alig, hogy a házába vitte, a hercegnő mély álomba merült. Él, de mintha halott volna. Nem lehet felébreszteni, és álmában szüntelen a tó dzsinnyét hívja. Én vagyok az a dzsin. Akkor te életet tudod kelteni. Vezess hozzá. Kedves Jean, viszont látlak még. Mikor? Vezess hozzá! Miért jöttél ide? Hogy megtaláljalak. Mióta keresel? Az idő kezdete óta. Most, hogy megtaláltál, meddig maradsz? Az idők végezetéig. Álmodom, megint álmodom. Mindig ugyanazt. Nem. Ez nem álom. Ahmed! Vesz véget a játéknak. Ne nézz rám, kérlek. Nyomot hagyott rajtam a szenvedés. Én mindig épp oly szépnek foglak látni, mint legelőször. Éppen olyannak. A szemed milyen különös. Tele van fájdalommal. Aki tüzön megy át, megperzselődik. Ahmed, menned kell. Urunk megérkezett. Majd a déli forróságban, míg urunk alszik, elviszem hozzád a hercegnőt. Tudom. De mától nem csak az enyém vagy. A hercegnője is. Helyettem is vigyázz rá. Vak. Megvakult. Visszaadhatod a szeme világát. Van a városban egy híres orvos, ő meggyógyítja, ha akarod. Gyerünk! Itt volna az az orvos a hajón? Igen, és vár téged, hercegnő. Kordák! Nyisd ki az ajtót! Az ajtót! Ha
Azt közelebb. Még közelebb. Hogy tetszik a kutya élet, hm? Milyen engedelmes kutya lett a pimaszkölyökből. A tengerbe. Légy üdvözölve. Jafar. Igen, Jafar. Mindig és mindenütt. Mióta elhagytad atyád házát, én vigyáztam rád. Amikor a sivatagban tévelyektél, kimutatta meg az utat. Jafar. Amikor eladtak a rabszolgapiacon, kivedd meg. Jafar. Az én házamban voltál, ott vigyáztak rád, míg mélyen aludtál. Hogy végig álmodhasd első álmodat a szerelemről. Én voltam az, aki felébresztett. Nem. Ahmed volt az. Azt hallottam, van itt egy orvos, aki vissza tudja adni a szeme világát. Én vagyok az az orvos. Abban a pillanatban, ahogy a karjaimba zárlak, Ahmed újra látni fog. Zárj karjaidba. A szemem! Abu, a hercegnő hol van? Vele, Jafarral egy hajó. Minek látok, ha őt nem láthatom? Számodra nincsen más, csak ő. Csak ő. Thank you.
kényszeríthetnélek, hogy engedelmeskedj akaratomnak. De ennél én többet akarok. A szerelmedet akarom. Felejtsd el Ahmedet. Már nem vak. És egy látó férfinak tele a világ asszonyokkal. Csak én vagyok átkozott, mert rajtad kívül nem látok mást. Te bolond! Meghalnál, mikor még nem is éltél? Ahmed már régen elfelejtett. Ő az! Ő jön értem! Miért nem adod meg magad a sorsodnak? Úgy viselkedsz, mint egy rabszolga. Az vagyok, rabszolga. Úrnőm lehetnél, parancsolom. Kívánj bármit. Megtennéd? Visszavinnél Bazrába? Kormányos! Uram! Vissza Bazrába! Igen, uram! Kopár és szomorú itt minden. Ez a világ legszebb kertje. Ha voltak is virágok itt valaha, eltűntek, elhervadtak. És nézd a tavat, benőtte a sás. Még saját magadat se látnád meg benne. Nem is azért ülök itt,
hogy magamat lássam. Atyám, nem akarok Jaffarral Bagdadba menni. Gyermekem. Nehogy, hogy elvigyél. Nehogy. Én ne sírj, édes kislányom. Ha nem akarsz elmenni vele Bagdadba, akkor nem így. De nem ám. Nem bizony. Amíg én élek, addig nem. Ne sírj, édes kislány. Mi ez? Egy új, bűvös játék. Az ezüst bajadér. Tudnék egyebet is? Meg is ölel, ha akarod. Az bármely feleséged megteszi. A bajadér ölelése boldogabbá tesz, mint földi női valaha is tett, vagy tenni fog. Ha színre kereszteném a feleségeimet, kaphatnék ilyeneket helyettük? Csiklandoz. Őrség! Indulunk Bagdadba! Szabad vagyok!
Szabad vagyok! Végre! 2000 éves fogság után, 2000 évvel ezelőtt Salamon király, minden dzsinnek parancsolója, bebörtönzött ebbe a palacba! Számomra eljött új szabadságom első pillanata, számodra, számodra életed utolsó perce. Az utolsó? Az utolsó. Mert tüstént felvelem a lábam és eltaposnak, te rusnya bogár, te csúszómász. Ha kinyitottam a palackot, kiengedtelek, hogy lehetsz ennyire hálátlan? Hálátlan. Minden rabszolga hálás, ha visszakapja a szabadságát. Megfogadtam rabságom első 1000 évében, hogy gazdaggá teszem, aki kiszabadít a világ minden kincsével. De a második 1000 évben rab lelkem bosszút fogadott mindenki ellen, aki szabad. Megesküdtem, hogy megölöm szabadítómat, hogy bosszúvágyam kielégüljön. Felkészültél a halálra? Várnék! Várj! Ó, Jean, mielőtt meghalok, engedd meg! Kérdezhetek tőled valamit? Kérdezz! Hogy lehet az, hogy te, aki akkora vagy, mint egy hegy, belefértél egy palackba, amit félkézzel megfoghatok? Nem is voltál benne, igaz? Dehogy nem voltam! Nem voltál! De igen! Nem voltál! Kételkedsz a szavamban? Ha egy perc múlva meghalok, miért ne kételkedhetnék? Nem lehet, hogy benne voltál. Nem lehet. Nem hiszek. Vigyázz! Nem is fogok soha. Soha? Beszélhetsz akármit. Igen. Igen, csak ha a saját szememben látom. Mielőtt meghalsz, hitetlen kutya, látni fogod, hogy számomra nincs lehetetlen. Meg fogod látni, és el fogod hinni. Ehhez mit szólsz, te felfúvalkodott kólya? Engedj ki! Engedj ki! Azért, mert nagy vagy az én eszemen, nem jársz túl? Engedj ki! Engedj ki! Téged, te butaságtól bűzlő görények ivadéka! Visszadoblak a tengerbe, hogy senki, soha ki ne halásszon! Mit mondtál? Gazdám! Még egyszer! Eresz ki, bölcses jó gazdám! És teljesítem három kívánságot! Három kívánságot? Első három kívánságot! Teljesítem! Esküdj meg! Esküdj meg! Salamon királyra, minden dzsinek urára? Salamon királyra, minden dzsinek urára! És az esküdt dzsin fia meg nem fekheti! És megígéred, hogy nem fenyegetőzöl, nem üvöltözöl? Nem! Kinek mondod? Neked, gazdám! Az más. És ne csapj akkor alármát! Megijesztettél az imént. Amilyen pökhendi voltál, úgy megszelítettél. Éhes vagyok. Üres gyomorral nem tudok gondolkozni. Hát csak olyan kolbászt tehetnék, amilyet anyám sütött valaha. A kolbász, amit kívántál, uram. Gazdám, ez volt az első kívánságod, még maradt kettő.
Hadd halljam. Ne sürgess, jól meg kell gondolnom. Azt kívánom, mondd meg, hol van a barátom, Ahmed! Csak úgy tudod meg, ha belenézel a mindent látó szem. Add ide a szemed! Elvihetlek oda, ahol van, de ellopni még én sem tudom neked. Nem tudod, én majd ellopom. Loptál már egyáltalán, te hercegő! Hogy loptam-e? Kulcsot az árból, gyűrűt az ujjról, pénzt a zsebből, csintot... Meg hazug ember nyelvét! A mindent látó szemet az istennő homlokából kilopni csak azt tudja, aki nem tolvaj, nem hencegő, hanem hős! Mindig is hős akartam lenni! Gyerünk! Kapaszkodj a hajamba! Jó, de figyelmeztetlek, ez nem számít második kívánságnak. Most tulajdonképpen neked segítek. Igen, gazdám. Jean! Félek! Szép kis hős! Hogy vagy, gazdám? Azt hiszem, jól. Hol vagyunk most? A világot fedő tető. Tető van a világ fölött? Persze, hogy van. Hét oszlop tartja. A hét oszlop meg egy dzsin vállán nyugszik, kinek ereje minden képzeletet felülmű. A dzsin egy sason áll, a sas egy labdán, a labda pedig egy halon. Halon, mely az örökké valóság tengerében úszik. A világ legmagasabb hegyének, legmagasabb csúcsára, ahol a föld az éggel találkozik. Azon a csúcson van a kelő nap temploma. A templom legnagyobb csarnokában a fény istennője, és az istennő homlokában a mindent látó szem. Hencegő gazdám, hogy tolvajnak is jó vagy, meg hősnek is. Na, te hős! Thank you.
sailor. I want to be a sailor. I want to be a sailor sailing out to sea. No club or tinker tailor's any fun to be. Aunts and cousins by the baker's dozen, drive them in to see old highway robbery. Want to be a bandit, can't you understand it? Thank you.
ez a mindent látó szem? 2000 év telik, míg új nő helyette. Addig nem fogja tudni az istennő, mit csinálnak az emberek. De én megtudhatom, hol van Ahmed. Nézd bele! Jó erősen! Ő az, Ahmed! Második kívánságom, vigyél hozzá! Hallottam a parancsot, és teljesítem. Jól kapaszkodj, gazdám, mert a félvilágot át kell repülnünk. És parancsolója vagyok. Én vagyok a gazdád, igaz? Amit parancsolsz, teljesítem. Ő hozott ide, és majd ő is visz el minket innen. Mit nevet folyton? Nem tetszik, ahogy nevet. Rendes fiú ez. Csak beszélni nagyon nehéz vele, mert ekkorára nőtt. Nagyot kell a füléig kiabálni. Hé, te nagy mamlasz! Miért nevetsz annyit? Mert közel a szabadulásom. Vigyél el minket innen! Ez a harmadik kívánságod? Nem. Ez még nem az. Nem csak nagy, de okos is. Vigyáznom kell. Már csak egy kívánságom van. Nekem nincs is több, csak egy. Tudom. A hercegnő. Ha újra láthatnám. Ennyi az egész? Erre nem kell kívánságot pazarolni. Ide néz. Mi ez? Nézz bele jó erősen. Nézz bele és meglátod őt. Látom. Kék rózsa. Hallottam már hírét. A feledés kék rózsája, így hívják. Aki az illatát beszívja, mindent elfelejt. Mindent. Kék rózsa.
Ki vagy? Nem tudom. Elfelejtettem. Miért voltál szomorú? Szomorú voltam. Nem emlékszem, de mintha szerelmes lettem volna. Kibe voltál szerelmes? Nem tudom. Már nem is tudom. Nem bírom tovább. Rosszabb ez a vakságnál. Inkább ne lássak, mint tétlenül nézzem, amit látok. Tehetetlen. Miért adtad ide? Vedd vissza és törd ezért alapra. Azért loptam el, hogy rajtad segítsek. Azért loptad el, mert örülsz, ha lophatsz. Ha nem lopom el, már halott volnál. Bár csak az lennék. Bár sose láttalak volna. Bár csak... Bár Bagdadban volnék. Bár ott volnál. Ahmed! 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 Hol vagy? Úton Bagdadba, ahova kívántad. Vigyél el innen engem is! Hallod? Szabadíts ki! Itt maradsz, ahol vagy. Te okos ember vagy, gazdám és parancsolom, de az emberek gyengék és esendők. Ha megszólal a gyomruk, elhallgat az eszük. És ha megszólal az eszük, hallgat a szívük. De ha a szívük szólal meg... Ha a szívük megszólal, mindent elfelejtelek. Már nem. Teljesítettem három kívánságodat, és most szabad vagyok. Szabad! Jé, gyere vissza, hallod? Hallod, ne hagyj itt! Jean! Jaj, ég áldjon, teremtés királya! Éj boldogan! Szabad vagyok! Szabad! Szabad! Ami eddig történt, elfelejted. Mindig engem szerettél. Engem szeretsz. Mindig engem fogsz szeretni. Ami eddig történt, elfelejtem. Téged szerettelek mindig. Téged szeretlek. Mindig téged foglak szeretni. Tömlöcs be velük! Láncra verve egymással szemben! Holnap reggel 1000 kínok halálával halnak. Nem tudlak megvédeni. Bocsáss meg. Nem sajnálok semmit. Végre együtt vagyunk.
És leszünk is, amíg csak élünk. Nem kell a távoli gyötrelmét többé elszenvedni. És ha a halál nem a vég, utána is együtt maradunk. Haragban váltam el Abutól. Bárcsak bocsánatát kérhetném. Abu, én jó barátom. Ég áldjon. És bocsáss meg. Nem. Nem búcsúzom tőled. Segítek. De hogyan? Hogyan? Ha nem segíthetek, ne is lássam! Légy üdvözölve, herceg. Bizonyára tévedsz, ó szakállak atya. Nem vagyok herceg, csak egy tolvaj. Téged várunk immár 2000 éve. Engem nem várhattatok, hiszen nem is tudtam, hogy jövök. És azt se tudom, hogyan jöttem. Ki vagy te, ó csodák atya? És hol vagyok? A meséknek országában, ahol minden valóra válhat, és minden lehetséges, ha az ifjúság szemével nézzük. Mi az aranykorból maradtunk itt. Akkor még nem volt drága kincs az arany. Annyit élt csak, mint a homok a lábunk alatt, vagy a kő, amivé váltunk. Hogyan váltatok kővé? Kővé dermedtünk a rémülettől, látva a sok rosszat, amit az emberek elkövetnek, ha felnőnek, és nem hisznek többé az álmok szépségében. De valahányszor egy gyermek szíve megtér hozzánk, és belénk költözik, mi életre kerünk. Mivel te ilyen gyermek vagy, utódom és örökösöm leszel. Jöjj velem, fiam! Hadd adjam át neked a 2 jelvényt, mely csak igaz királyé lehet. Íme, itt vannak. Csak igaztalanságot vigy célba vele, és mindig jó úton fogsz járni. Ne add nekem kedvesség, atya, nem akarom. Nem akarok király lenni. A barátomat akarom megmenteni. Ez majd segít neked. Fogadd el, és most meghajlok előtted, mert király vagy te, és tiéd egész királyságunk. Kivéve azt a szőnyeget. Azt megtartom magamnak, mert tudnod kell, hogy repül, ha azt mondják neki repülj szőnyeg, azon megyek majd a paradicsomba, ha elérkezik az ideje. Bár a bölcs és könyörületes Allahnál nincs bölcsebb és könyörületesebb, mégis élt valaha, mint mondják, egy király, királyok királya, hadaknak, hajóknak, fegyvereknek korlátlan ura. Alatvalói oly szörnyűséges elnyomásban éltek,
hogy feneketlen sötét verem volt számukra a világ. Együtt húzták az igát, és csak titokban nyögtek alatta mégis, sokukat elfogták és lefejezték a piac téren. Az elnyomottakat Bagdad egyik bölcsének jóslata vigasztalta csak, mely szólt eképpen, eljön majd idővel, aki megszabadít benneteket. Ismertetőjele pedig ez lésze. Ó, Allah! Tudom, hogy nem szeretett halopok, és nem is fogok többet soha. Hihetsz nekem, csak még egyszer, ezt az egy szőnyeget, hogy idejében érjek Bagdadba. Az öreg királynak betelik az ideje, a paradicsomba kerül szőnyeg nélkül is. Mert te, Allah, majd kézen fogod őt, jóságosan, amilyen ő maga, és elvezeted az örök létbe. Ugye megteszed? De én most sietek Bagdadba, hogy megmentsem a barátomot. Perceken múlhat az élete, te is tudod. Ó, Allah, igazság ura, hadd lopjam el a szőnyeget. Repülj, szőnyeg! Várj! Repülj! Miért hunyod le a szemedet? Már nem sokáig láthatod. A felhőkből lesük majd a jöttét, mondták az emberek, mert ha országunk nagyjai nem bírnak a zsarnokkal, hogyan bírhatna egy közönséges halandó? És felelé a bölcs, bízzatok Allahban, előbukkan majd egy napon az ég kékéből egy fiú, amilyen alacsony a származása, oly magasságból fog leszállni közétek egy felhőn, mely szilárd lesz, mint szikla a hó alatt. Onnan a kék égből űzi majd el a zsarnokot az igazság nyilával. Thank you.
hálával tartozom apunak. Ha majd felnő, ő lesz a nagy vezír. Addig is járjon Bagdad legjobb iskolájába, hogy a legbölcsebbek megtanítsák a világ minden bölcsességére. Legyen ő a legbölcsebb mindannyiunk között, és amikor majd megtelik bölcsességgel, tudással és méltósággal, példaképe lesz ő egész Bagdad ifjainak. És majd fölemlegetik, hogy az egykori kis tolvajból hogyan lett. Állj meg, apu! Hová még? Te megkaptad, amit akartál, teljesült a kívánságod, ideje, hogy az enyém is teljesüljön. Mit akarsz? Egy kis kalandot! Történjen már végre valami!